Második Erzsébet királynővel már, már összefonódott az évek során hordott hasonló stílusú kézitáskája, azonban ehhez is köthető protokoll szabály. A királyi család tagjainak a táskájukat a bal kezükben vagy kezükön kell hordani, ugyanis a jobb kezük az üdvözlésre való, tehát készfogásta is integetésre. Második Erzsébet királynő maga mellett tartotta a táskáját, ám ez leginkább azért is volt így, mert a nem teljesen titkos üzeneteit ezzel közvetítette a legendák szerint. Amennyiben a királynő táskája a bal kezén volt, akkor minden rendben volt, ha azt áttette a jobb kezére, az azt jelentette, hogy szabadulna az éppen aktuális beszélgetésből. Azonban, ha a táska földre került, az azt a jelentést hordozta, hogy azonnal mentsék ki a kellemetlen társaságból.